Az elmúlt napok szeles időjárása felerősítette a falevelek hullását, egyre több helyen rétegződik a járdákon az avar. Az eső sem kedvez, hiszen csúszósá válnak a lehullott falevelek, ez akár balesetet is okozhat, a figyelmetlen közlekedő könnyen megsérülhet, eleshet. A leggyakoribb sérülés vagy sérülés helyek, ugye ez a csuklósérülés, bokasérülés, a comnyak sérülés, comnyaktörés, illetve a mellkas sérülés. Ezek a leggyakoribb sérülések. Igazából itt javasolni tudnám a réteges öltözködést, ugye az időjárásnak megfelelően, illetve egyfajta csillapító, tompító hatással is bírhat a balesetet tekintve. A téli időszakban a jegesedés elkerülése érdekében seperni, akár sózni is érdemes a járdákat, azonban minden évszakban rendben kell tartani a területeket, tájékoztatott a Nyíregyházi Közterület felügyelet vezetője. Bodrogi László kiemelte, valamennyi településen van erre vonatkozó önkormányzati rendelet. Minden ingatlan tulajdonosnak a tulajdonában határos közterületet tisztán kell tartania az úttest széléig. Ebbe beletartozik az is, hogy takarítsam fel a járdát, akár nyáron, akár télen, például a sikosságmentesítenem kell, de ki kell pucolnom, ha kell az árkot is ki kell pucolni, le kell vágnom a füvet, össze kell szednem a szemetet, tehát ez mind-mind kötelesség egy tulajdonosnak. A közterületek és főleg a járdák tisztántartását folyamatosan ellenőrzik a közterületfelügyelők. Nyíregyháza belvárosában is bőven akad olyan hely, ahol mulasztottak. Ezt tablettel fotózzák a felügyelők. Ha nincsen otthon a tulajdonos, akkor felszólítást hagynak postaládájában, de sokan ezután sem rendezik a területet. A közterületfelügyelő ilyenkor eljárás fog kezdeményezni a címzetes főjegyző úrnál, és ilyenkor ő jár el hatósági jogkörül élni fogva. És ilyenkor pénzbírság általában a vége. A hulladékgazdálkodási bírság függ többek között a terület nagyságától, a büntetés mértéke így pár ezer forinttól akár több százezer forintig terjedhet. Fontos tudni, hogy a köztisztaságról szóló rendeletek vonatkoznak a társasházakra, a családi házakra és üzletekre is, lényegében minden épületre.